Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Folyamatos az adománygyűjtés a szíriai keresztények számára a hajdúdorogi görögkatolikus főegyház megyében, így Debrecenben is. Mint arról már korábban beszámoltunk, Kocsis Fülöp érsek metropolita atya már egy alkalommal, egy évvel ezelőtt vitt adományokat Szíriába, a háború sújtotta területen élő keresztényeknek. Az út hatására újabb gyűjtést hirdetett, és az adományokkal rövidesen újra útnak indul. Köszöntöm a stúdióban Kocsis Fülöp érsek metropolita atyát, szép estét kívánok! Köszönöm a kedves hallgatókat és nézőket is köszöntöm. Ugye egy évvel ezelőtt az út után beszélgettünk, hogy milyen élmények érték akkor érsek atyát, és nyilván ennek is következménye vagy hatása lehet arra, hogy újabb gyűjtést kezdeményezett. Milyen hatások érték akkor? Hát ott kint nagyon megrázó élményekben volt részem, amelyet utána azt mondhatom, hogy az országban széltében, hosszában volt alkalmam sok embernek elmondani. És ez volt a második hatás, az utóhatás ennek az útnak. Nagyon jó volt látni azt, hogy magyar emberek milyen nagy érdeklődéssel fordulnak ehhez a kérdéshez, és nyilvánvalóan nem csak a kíváncsiság vezeti őket ebben, vagy a különlegesség keresése, hanem a segítő szándék. Így aztán, amikor az előző utam előtt lezártuk a gyűjtést, maga a számlaszám nyitva maradt. És majd azt mondhatom, hogy nem, az adományok nem álltak le, de természetesen mi közé is tettük, hogy lehet további adományokat eljuttatni erre a számlaszámra. És a mostani útnak és az adomány kiviteli szándékának a közvetlen előzménye pedig az, hogy most szervez a Melkita Egyház több turnusban gyermektáboroztatást. És kínálkozott a lehetőség, hogy akkor az eddigi gyűjtést erre fordítsuk. Közben pedig Spelt Bianca, magyarországi arab szakértő és migráns szakértő, aki sokat segített nekem a tavalyi utamban is, szintén gyűjtés hirdetett, és erre a táborra nagyon nagy mennyiségű támogatást tudott összegyűjteni. Egyszerű emberektől, családoktól, nem is egyházi közvetítőkön keresztül. Ez megint egy nagyon-nagyon jó jel, hogy az emberek, ha látják, hogy segíthetnek, akkor megnyitják a szívüket és a pénztárcáikat. Úgyhogy az az érdekes helyzet állt elő, hogy Bianca szinte azt mondhatni, hogy önmaga összegyűjtötte azt az összeget, több mint 5 millió forintot, amely ezeknek a táborozási sorozatnak a költségeit biztosították, és szeretném hozzátenni, hogy Esztergom városában is egy ilyen városvédő egyesület külön föllépett, megkeresett engem, hogy ők hogyan segíthetnének, és akkor ők is ezt a táborozhatást segítették, és az összeget pedig, amit pedig mi gyűjtöttünk, most már nem a táborozásra kell fordítani, hanem a Melkita Egyház vezetőjével, a Karitás szolgálatával egyeztettük, hogy más célokra, gyermekek támogatására fogjuk fordítani. És még egy dolgot szeretnék említeni, ami szintén hozzájárult a mostani út megszervezéséhez. Egy kb. 2 hónappal ezelőtt a debreceni templomunkban egy úgynevezett hangálhitatot szerveztünk, egy jótékonysági hangversenyt, ahová szintén sok adomány gyűlt össze, amelynek kapcsán sok adomány gyűlt össze, ezt is erre a célra fogjuk fordítani. Mekkora összegről beszélünk? Összesen, tehát a hangálhitaton majdnem 1,5 millió forint jött össze, az esztergomiak is több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze, ezen fölül akkor ki kell számítani az egyéni adományozókat, 7,5 millió forint értékű dollár tudok most kivinni, és azután is még mindig érkeznek ígéretek, megkeresések, úgyhogy úgy látszik ez a sor nem áll meg, aminek persze nagyon örülök. És még a hangáhitatnak egy érdekes gyümölcse,
A szervező Revickéval javasolta, hogy egy emlékkönyvet készítsünk, amiben bárki beírhat üzeneteket, magyarul, angolul, arabul, és ezt is kivisszük. Úgyhogy ez a könyv most még ott van, indulásom előtti estig, augusztus 2-án fogok indulni a Görögadus templomunkban, az Attila téren, úgyhogy bárki oda mehet és beírhat. Nagyon sokat fog ez jelenteni az ottaniaknak. Tehát kinyitják a könyvet, és azt látják, hogy több száz ember Magyarországról üzen nekik. Ez nagyon sokat jelent. Ha csak annyi, hogy gondolunk rátok, veletek vagyunk, imádkozunk, értetek, ezt ők olvassák, segítünk lefordítani, magyarul is lehet beleírni. Nagyon szép gondolat volt ez, úgyhogy ez is a adományok között szerepel majd. Ugye a háború előtt Szíriában 8%-a volt a lakosságnak keresztény. A keresztényeket nagyon sok támadás érte a háború alatt, hiszen az iszlám állam mindent elkövetett annak érdekében, hogy a keresztény értékeket rombolja. Mégis maradtak helyben, kitartóak. Azt lehet tudni, érsek atya, azt tudja, hogy hányan maradtak, tehát mekkora közösségek maradtak meg, megmarad-e azon a területen az a kereszténység, őskeresztényi közösségek, akik még az arámi nyelvet is esetleg beszélték? Minthogy úgy tűnik, hogy a háború most már csillapulni fog, egyesek már beszélnek a hatékony béke megállapodásról, hogyha ez most így alakul, vagy így marad, akkor véleményem szerint, bár nem vagyok a kérdés szakértője, van esély arra, hogy újra fölépülnek azok a közösségek, amelyek már-már végveszélyben voltak. A számokat szerintem a kintiek sem tudják megmondani, nagyon sok a belső migráns például, vagy a Libanonba, közeli országba átjutott üldözött keresztény, illetve az Európába, vagy esetleg az amerikai kontinensre átjutott keresztény, akik közül nagyon sokat visszavárnak. És mindent próbálnak megmozgatni, minden támogatás abban az irányba, hogy visszajöjjenek. Tehát nehogy ott maradjanak. Az országnak nem az a célja, hogy az elvándorlókat ott befogadják azokban az országokban, hanem hogy visszajöjjenek. Tehát ezt most nem lehet előre látni, hogy mennyien fognak visszajönni. A ott lévők számuk sem meghatározható most, de élő közösség van továbbra is ezeken a helyeken. Ezeket fogom egyiket, másikat én is meglátogatni. Úgyhogy van esély, van remény a megmaradásra. Adja Isten, hogy ez most már végérvényes lehessen, hogy nem kell a kereszténység teljes kipusztulásáról beszélni, de hát meglátjuk, mit hoz a jövő. Hogyan tapasztalta az épületek, tehát most a fizikai szempontból a rombolás az mekkora volt, az épület, templomok, iskolák, az oda tartozó szociális intézmények? Sokat elárul, hogy nagyon nagy pusztítások voltak a lakóházakban, épületekben, de sok esetben a templomokat célirányosan pusztították, rombolták el. Sok olyan felvételt lehetett látni, ezeket más is láthatta, ahol öncélúan rombolták, pusztításokat végeztek a keresztény templomokban, tehát szobrokat döntögettek, képeket megbecstelenítettek, oltárokat törtek össze, de nagyon sok esetben bombázással, fölégetéssel pusztították el a templomokat. Hát itt számokat ugye nem lehet mondani. Nagyon megrázó volt az a látvány Damaszkuszban is, amely egy élő város, de mégis sok esetben romhalmazok közepette ment csak az autó. Ahol én jártam tavaly Homs városában, az volt a legszörnyűbb látvány, mert ott épp házat alig lehetett látni. Olyan lakóházakat láttunk, amelynek az egyik része romhalmaz, de mégis a visszaköltöző keresztények már próbálják kialakítani az élhető körülményeket, és már boltot nyitottak, már garázs felújítottak, már lakásokat alakítottak ki. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Homs városában azóta volt egy újabb rakétatámadás sajnos, de most már egy jó fél éve nincsen fegyverropogás, nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mire jutottak. Abban a püspöki épületben, ahol én is voltam tavaly, ott egy katonai támaszpont volt például. És mindent szétromboltak, az épület megmaradt, de egy üresen álló, gyakorlatilag kiégetett épületbe ment vissza a püspök úr.
Hát ezeket nagyon megrázó volt látni, de annál inkább lelkesítő volt látni azt az élni akarást, azt a reményt, hogy igenis újra lehet építeni. És a legvégén egy rövid kérdés, rövid válasz. Mit jelent az ott élőknek, az ott lévő, ugye most is egy esperessel, egy házi vezetőkkel fog találkozni Érsek atya, mit jelent az, hogy Európából egy egyházi vezető meglátogatja őket, és még adományt is visz. Tehát a találkozásokkal. Igen. Egyrészt fontosnak tartom, hogy amennyire sikerülni fog a legmagasabb rangú egyházi vezetőkkel, fogok találkozni újra néhány pátriárkával, metropolitával, illetve a tervek között szerepel, csak nagyon rövid az idő, hogy az iszlám főmuftival is találkozzam, aki egy békeszerető ember, és a színfalak mögött, vagy szóval nem a publikum előtt, ő nagyon jó kapcsolatot ápol elsősorban a szír ortodox pátriárkával, de más keresztény vezetőkkel is. Majd meglátjuk, hogy ez is sikerülni fog, majd elmesélem. És nagyon sokat jelent nekik, mert éppen ezt hangoztatják, hogy az európai emberektől, politikai vezetéstől, egyházi vezetéstől éppen ezt várják, hogy az ő életüket segítsük, ne pedig az emberek elvándorlását segítsük. És az adomány is sokat jelent, amit átad az ember, de az a személyes készfogás, amely kíséri ezt az adomány még sokkal többet, vagy ez az ölelés, amely kifejezi a magyar nép szeretetét. A magyarokat Szíriában kiemelten nagyon szeretik, mert egyre inkább érzékelik, hogy egészen más jellegű az a segítség, amit a magyarok nyújtanak, még ha adott esetben kisebb léptékű is, mint a nagy nemzetközi segélyszervezeteknek a adománya. De egyébként tudnunk kell arról, hogy nem jelentéktelen a magyar kormánynak a támogatása, kórházak, iskolák létesültek, a mostani adomány eredményeképpen kollégiumot fogunk újjáépíteni, egy orvosi központot fogunk eszközökkel ellátni, egyébként közben is már küldtünk ki orvosi eszközöket. Szóval nagyon jó ilyen körülmények közé menni, ahol már várnak bennünket, hogy na ők azok, akik bennünket szeretnek, és biztos vagyok abban, hogy az ő lelkesedésük, vagy az ő reakciójuk bennünket is erővel, hitben való megerősítéssel fog segíteni. Azt sejtem, hogy utána újra beszámolókat fogok majd tudni tartani erről az úton is. Hát a jó atya áldása legyen Érsek atyával ezen az úton, és valóban várjuk vissza a beszámolóval. Köszönöm szépen. Hiány szakma lett a szakács és a felszolgáló Magyarországon. Vannak olyan régiók, ahol akkora a szakember hiány, hogy csak nagy nehézségek árán tudják betölteni az üres felszolgálói állásokat. A pincér jelenleg a 8. legkeresettebb szakma Magyarországon, egy rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés alapján. A szakemberek a megfelelően támogatott képzéssel kívánják vonzóbbá tenni a vendéglátó szakmát, illetve állami segítséget is várnának ezen a területen. Ezt több alkalommal szóvá is tették, legutóbb például az iskolában alapító Snitta Sámuel emlékkonferencián. Köszöntöm a stúdióban Vajda Józsefet, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség régió elnökét. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok, szerkesztő úr! Valóban ekkora nagy a probléma? Hogyan tapasztalják? Tényleg ekkora szakember utánpótlás? A környezetünkben lévő iskoláktól kapjuk információkat, és ott panaszkodnak, hogy évekkel ezelőtt 2-3 osztályt is indítottak, mondjuk pincér szakmában, vagy szakács szakmában, most már örülnek, ha egyet el tudnak indítani. Mi a mi régiónkban elmondhatjuk, hogy elég erős a szakképzés. A szakképzési centrummal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, a gasztronómiaszövetség területén gasztronómiaszövetséggel és a Snitta Sámuel emlékbizottsággal. Mi éttermünkről, a Debreceni Viktor éten elmondhatom, mi 20 évvel ezelőtt elémentünk ennek a problémának. Hozzákezdtünk saját magunknak úgymond fölnevelni az alkalmazottainkat. Tavaly évben 21 tanulót foglalkoztattunk az étteremben, ebből 11 szakács és 10 pincér volt. Azok a diákok, akik úgy érzik, hogy szeretnének nálunk dolgozni, lehetőséget biztosítunk számukra, és elmondhatom, hogy elkapkodják a tanulóinkat, mert csak annyit mondja, hogy a Viktor étteremben
volt tanuló, és már viszik is őket. Mi ezt a folyamatot képviseljük, hogy saját magunknak képezzük a tanulóinkat. Igen, sajnos hiány szakma lett, mert sokan elvándoroltak, kimentek külföldre. Na igen, ez egy nagyon fontos és sarkalatos kérdés, elnézést, hogy belekérdezek, de hogy ez a külföldi elvándorlás, ez itt is érezteti hatását, mert ugye a Balaton környéki vendéglátóiparban dolgozók, illetve üzemeltetők fontosan azt mondják, hogy ez az egyetlen oka, hiszen nagyon nagy a százalék. Hogy mondjam, biztos, hogy jobban keres odakint, de a költségei kétszer akkorák, mint itthol. Lehet, aki esetleg azt mondja, hogy szerencsét próbál külföldön, egy rövid után visszatér. De tudok olyan jó pincér, de aki Debrecenben jó pincér volt, mosogatóként kezdte. Szóval azért a szakmai alázat az én szemembe, én nem mennék ki mosogatónak, mert többet keresek. És itt térnék vissza arra, hogy pont a szakképzés területén észrevehető, hogy a szakmai alázat egy kicsit hiány van a tanulóknál. Na, de azt vissza lehet adni, azt beléjük lehet tanítani, tehát nevelni a bele kell, úgy, hogy belénk nevelték. Akkor 1972-ben bementem az Aranybükai étterembe, és az öreg pincérek, a Sümegi Jani bácsi, a Török Béla bácsi, úgy néztünk rájuk, mint az Istenre. Ők szentek voltak számunkra. Sajnos ma már ez egy picit megfordult. A mai fiatalokat, amit az előbb említettem, hogy a szakmai alázat nincs meg. Tisztelt a kivételnek, én senkit nem akarok megsérteni. Sajnos a mobiltelefon is ez. Minket még arra tanítottak, én emlékszem rá, 73-ban a Gambrusz étterembe kerültem át, mikor az étteremigazgató bejött, és mi ebédeltünk tanulók, fölálltunk, és tisztelettel köszöntünk. Így voltunk nevelve. De ez a világ visszajön, ezt nem lehet visszahozni. Ezt nem lehet visszahozni, de bizonyos értékeket át kell menteni. Na és akkor itt rátérünk a másik kérdésre, hogy ugye azt mondják, hogy elsősorban az az oka ennek a szakember hiánynak, és nem vonzó a szakma, hogy nincsenek anyagilag megbecsülve a fiatalok. Vagy ez a terület? Ez igaz, vagy nem igaz? Hát akkor kezdem, hogy 1975-ben 600 forint volt a fizetésem. Ma a kezdő pincérnek, aki 3 éves gyakorlat után segéd lesz, mi úgy mondtuk hajdanán, 180.500 forint a kezdő fizetése bruttóba. Ebből 120-at készket kap. A többi pedig kint van a placon, rajta múlik, hogy mennyi pénzt tud keresni. Ha megfelelő alázattal van a vendégek iránt, ezt honorálják. A borravaló ma is él. Azt a legkönnyebb, hogy hozzáérünk 10%-et, vagy 20%-a. Ne, keresse meg, én ennek a híve vagyok. Másik terület ugye a szakács, ahol azt mondják, hogy nagy a szakember utánpótlásban a hiány. Valóban erről van szó? Tehát, hogy érzik, ez már Debrecenben is érezheti hatását? Hogyne. Jött is, amikor a Viktor Étel, 1990-ben elkezdtünk, egy Gál Sándor nevezett úr, Debrecen legjobb szakácsa volt, aki csatlakozott hozzánk. És az ő diákjaiból vannak most a nagy séfeink, a Tóth Lajos, a Mile, akik megemlíthetek, és ők is a szakképzésben részt vesznek. Tóth Lajos például az iskolába tanít, mellette nálunk dolgozik, és most is 11 tanuló van a keze között. És ők is tudják, ugyanazt vallják, amit mondtam, hogy saját maguknak kell felépíteni a tanulókat. Most van olyan diákunk, akit meg szerettünk volna tartani, Dubájba egy szállodába ment el. Onnan kapott, részt vett a szakma sztár versenyen, bemutatta a Facebookon a munkáját, és Dubájból fölhívta egy séf, hogy szívesen látná. Ott dolgozik. Egyik szemem sírt, a másik nevet, mert örültünk, hogy ilyen ajánlatot kapott, másik már elment, mert hatalmas szakmai alázata volt. Az azért sok mindent elárul, hogy milyen lehetőségek vannak a vendéglátás területén. Tehát az ember az nem gondolna ilyenekre, hogy ha szakmai alázat megvan, ha képességei megvannak, akár nagyon rövid időn belül ekkora pályát lehet befutni. Nagyon. Hiány szakma lett. Egy picit azt mondanám, hogy nem akarok senkit megsérteni, hogy Magyarországon mindenki ért a labdarúgáshoz és a vendéglátáshoz. Azért látjuk Debrecenben, hogy hegyben nyílnak vendéglátóipari egységek, ki hosszabb, rövidebb ideig üzemelteti, vagy tudja üzemeltetni, és utána. Mi elmondhatjuk, hogy itt a Viktor étteremben kollégámmal, Puskás István, 28 évet tudtunk együtt dolgozni, most elment nyugdíjba. Nagyon jó egészséget kívánunk neki, és mi visszük tovább ezt az értéket, amit mi megteremtettük. És azt hogyan tapasztalják? Tehát országon belül az elszívó hatást.
észlelik-e, hogy ha valahol több van, és jelesül mondjuk az önök iskolájában ezek szerint több van, akkor őket elviszik Dunántúra, Budapest. Tehát ez az elszívó hatás érezteti a hatását? Hogyne, természetesen, mert telefonálnak kollégák Balatonról, Sopronból, hogy nem tudunk-e pincéreket. A sopronok kimennek Ausztriába. A Balatonnál szezon jellege, épp tegnap beszéltem az egyik kollégánkat, köszöntöttük 62. születésnapra alkalmából, hogy hát még van 3 hét a Balatontól. Csak ez a baj, hogy mi 12 hónapot biztosítunk itt annak a dolgozónak, ott szezon jelleggel, és utána kezdik előről. Nekem ez fáj, hogy a nagyon jó szakács, és utána elindul egy vándorútra. Hogy lehet így családot eltartani, hogy dolgozok, holnap már nem dolgozok? Igen, és legvégül még egy érdekes téma, hogy ugye azt látjuk, hogy a megváltozott adózási rendszernek, ugye áfa csökkentés, és sokáig lehetne sorolni, ugye a vendéglátás látszólag, legalábbis a számok ezt mutatják, vonzóbb lett. Elvileg több lett a vendég, és hát nyilván erre alapoznak azok, ön már részben említette azt, hogy egyre több vendéglátóhely nyílik meg, aztán bezár rövidebb vagy hosszabb ideig a jelenben. De mégis látunk egyfajta mozgást, egyfajta vendégszám növekedést. Ezt önök is érzékelik? Igen, igen. Hála Istennek a fizetőképes kereslet egyre nagyobb. Jobban keresnek az emberek, ezáltal több pénzt tudnak szórakozásra, étterembe való járásra költeni. Nagyon örülünk neki, hogy a hétvégi családi ebédek visszatértek. Elmondhatjuk, szombat, vasárnap családok jönnek ebédelni, mint régen a 70-es években. Szóval én nagyon örülök neki, a 70-es években a Gambrusz étteremben szombat-vasárnap nem lehetett helyet kapni, mert családok voltak. És ezt tér vissza, ez örömteli számunkra. Tehát azt lehet akkor mondani, hogy valójában akkor így is úgy is az élet megköveteli, hogy szakember utánpótlás már pedig legyen. És legyen. Ez egy olyan életforma, ahol meg lehet élni ebből a vendéglátásból. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra.